Július eleje óta minden nap 6-6 fiatal figyelt a rendre Keszthelyen és a környező balatonparti településeken. Elsősorban a strandok környékén pásztáztak, de jelen voltak Keszthelyen a piacon és a parkolókban is. A gépjárműveket is figyelték, hogy be vannak-e zárva, fel vannak-e húzva az ablakok, illetve hogy nem maradt-e érték bennük. Tájékoztatókat osztottak, melyekkel a különböző veszélyforrásokra hívták fel a figyelmet. A strandokon is akadt dolguk. Nagy büszkeség, hogy azonosítani tudtak 3 fiatalkorút, akik gyanúsan viselkedtek mások értékei közelében. Figyelemmel tartották őket, amíg ki nem érkeztek a keszthelyi rendőrkapitányság járőrei, akik a gyermekek azonosításakor fedezték fel, hogy eltűnés miatt keresik őket Vasvár megyei kollégáik. Rendészeti tanuló vagyok, itt a keszthelyi bűnmegelőzési irodába töltöttem a gyakorlatomat. Egy élménnyel teli gyakorlat volt, mivel tudtuk segíteni a rendőrök munkáját, azzal, hogy elfogtuk a 3 fiatalt. Nagyon jó érzés volt, úgy éreztük abban a pillanatban, mintha így elszellemültünk volna. Tényleg ilyen érett gondolkodás volt a fejünkbe, ha szabad így fogalmaznom. Úgyhogy tényleg nagyon jó érzés volt itt tölteni ezt az 5 napot. Ebben az évben még népszerűbb volt a bűnmegelőzési iroda. 56 diák, rendészeti szakosok és kötelező közösségi szolgálatosok egyaránt dolgoztak. A környékbeliek mellett Kaposvárról, Zalaegerszegről, Budaörsről és Budapestről is érkeztek tanulók. A bűnmegelőzési irodának több célja is van. Egyrészt van egy kézzelfogható eredmény annak, hogy a diákok itt dolgoznak a Balatonpartján vagy akár más fürdőhelyeken, hogy távol tartják azokat az embereket, akik rossz szándékkal közelítenék meg ezeket a strandokat. A másik célja az, hogy egy kicsit neveljük ezeket a diákokat, kicsit közelebb kerüljenek a rendőrséghez, átérezzék azt, hogy milyen a közösségért tenni, érezzék a közösséghez tartozást, illetve azt is érezzék, hogy jó dolog az, amit mi rendőrök, vagy akár ők is megtehetnek az állampolgárokért. A bűnmegelőzési irodát 23. alkalommal szervezték meg ebben az évben. Sokban tudják a rendőrség munkáját segíteni a diákok. Leleményességből, udvariasságból és aktivitásból is ilyesre vizsgáztak. Erről dr. Farsang Bogdárka kapitányság vezető beszélt. A fiatalok azok, akik még mindig más szemmel néznik itt a Balatonpartot, az itt közlekedőket, az itt nyaralókat, és sokkal inkább van szemük arra, hogy ki az, aki nem illik ebbe a környezetbe. Mindenhova nem tudunk rendőrt küldeni, de ott, ahol a fiatalok megjelennek bűnmegelőzési pólóban, az már egy bizonyos visszatartó erővel tart a bűnelkövetők számára is, hiszen ők azok, akik mindent észrevesznek. Manninger Renő polgármester úgy fogalmazott a záró ünnepségen, hogy a turisztikai szezonban még fontosabb odafigyelni, hogy a közbiztonság fennmaradjon. Ez ugyanis a legfontosabb érték Keszthelyen is. Nagyon biztonságosak ezek a strandok, nincsenek jelentős események. Volt olyan időszak, amikor szinte egyáltalán nem volt egyetlen egy lopás sem. Most volt olyan, hogy bejelentettek, de az sem bizonyosodott be, hogy tulajdonképpen megtörtént. Sokszor kiderül, hogy tulajdonképpen elfelejtik, hogy hol is hagyták a holmiukat. Hát ebben is segítenek. De mondom, a bűnmegelőzésnek pont az a lényege, hogy azért nincsenek lopások, azért nincsenek események, mert tudják az emberek, hogy itt biztonságban vannak, és ez a legfontosabb, mert a városnak a turizmusból adódó és a legfontosabb kérdése a közbiztonság. A diákoknak köszönetet mondtak a hatékony munkáért, ajándékkal ismerték el tevékenységüket. A bűnmegelőzési iroda várhatóan jövőre is megnyitja kapuit.